Lackfi János, József Attila díjas író, költő, műfordító volt a vendége a Hotel Kolping jubileumi program sorozatának. A több mint 30 kötettel és ugyanennyi műfordítással is büszkélkedhető szerzőnek és feleségének 6 gyermeke született. Így sem az ihletben, sem a tesztelésben nem volt hiány. A Kövérlős színre lép című könyvemet, ami nemrég jelent meg új kiadásban, azt fejezetről fejezetre felolvastam nekik, és nagyon fontosak voltak a reakcióik, tehát ahogy láttam, hogy kicsit unják, akkor ott húztam, hogyha valami nem volt érthető, akkor hozzáfűztem a vicces magyarázatot a szövegben. Tehát bizonyos értelemben a társszerzői voltak. Illetve van egy olyan mesés könyvem, aminek az a címe, hogy Domboni Neni Mesék, és az úgy született, egy internetes honlapra kértek tőlem havonta egy mesét, és akkor volt 3-4 éves Ágnes lányom, aki most már 13 éves, és akkor őt mindig megállítottam egy pillanatra, hogy gyere csak Ágnes, hát mit csináljanak ezek az állatkák, ugye 4 állatka a szereplője, mit csináljanak ezek az állatkák ebbe a hónapban, és akkor ő mondott valamit, hogy ugorjanak le egy rózsáról, és szaladt tovább, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez most jó ötlet, nem jó ötlet, és általában jó volt, például ez a rózsáról való fejes ugrás, egészen pontosan banja jumping, így hívják ezek az állatkák, szóval a banja jumping ez ebből jött. Lackfi János verseit sokféleképpen feloszthatnánk. Előadásában lányoknak szólóval is szórakoztatta, még a fiúkat is. Lányok, de azt mondják a fiúk, nyávogunk, sejpegünk, játszani nem lehet semmi jót se velünk. Tiszta hülyé. Földön petrengenek, egymás fejét verik, s azt mondják, ez öveg. És egymást lüldösik, rúgják, labda sehol, azt mondják, ez faci. Ruháik csupa por. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a höngerő tartalom. A lány vécébe is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi megsikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk, azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. A fenekünk alá ők tesznek nagy szöget, békén nem hagynak és belén szerelmesek. Nehogy szó érje a ház elejét és a fiúk megsértődjenek, nekik is jutott a humoros versorokból. Fiúk dala, az összes lány dilis. Azt, hogy miről susok, hiába is vered, nem mondja meg titok. Mint kastélyban lakik, van 20 aranylovat, de azért nem lovon hozzák a suliba. Kertükben egy fa van, igaz gyöngyöt terem, szekrényükben csoki cukortömintán, a falból zene szól náluk, ezt szeretik, táncol, pörög, forog egy nappal mindegyik. A ruhájuk, sejem, gyémántjuk, igazi már azt a mesét beveszi valaki. Mind nyelvet nyújtogat, s ha felrúgod, ezért bőgés árulkodik, még te kapsz büntetés. Körmükre szíveket tollukkal festenek, kivírhatatlanok, belénk szállás. A mese és vershősök Lackfi Jánosnál is állandóan változnak. Ami azonban végig kísérte pályafutását, az a humor és az optimizmus. A gyerekek nagyon-nagyon kaphatóak a humorra, és én azt szoktam mondani, hogy a humor az olyasmi, mint a röhögés, mint a köhögés, az ember felröhögi a lelki letapadt nyákokat, és akkor ez nagyon sok minden rendbehozható vele. Én még egyszer egy ízben gyógyítottam is humorral. Simon fiam, aki most már családapa, hát nem is tudom, hogy hány éves lehetett, egy-két éves, és amikor egy-két éves beteg gyerek ott fekszik, és 40 fokos láz, és az olyan szívszorító az egész. Én meg telefonáltam valakivel, és csak így nem tudom, milyen ötletem támadt, hogy belenyerítettem a telefonba, hogy jó reggelt, Vietnám! És hát ez nem nagy vicc, meg ráadásul ő aztán nem is látta a filmet, de arra lettem figyelmes, hogy a fiam, aki ott kinyúlva feküdt, egy pár perc múlva így szaladgál föl alá a lakásba, és azt kiabál, hogy jó reggelt, Vietnám, jó reggelt, Vietnám, és megmértük a lázát, és lement. A jelenlévőknek azonban nem volt elég a humorból, így nagy örömmel fogadták az anyám tyúkja után az apám kakasat című költeményt. Ej, mi a szősz kakassz, aki csak nem a szobában lakik. Megzakkantál az öregem, és beengedi ide nekem. Ide repül, oda kotor, tele önnel minden bokor, bár nincs is bokor a házban, s a kakassz se kell magázzam. Kukorékolsz, mint az ágyú, az agyunk is belelágyul, mint a póstás a levelet, padlónk telepecsételed. Becsül meg magad, öregem, mert hát úszni nem tudsz te sem, s ha levesben kötsz ki végül, tarajod is belekékül. Macska téged arra intlek, ne lépj túl bizonyos szintet, kakasnak erős a csőre, magdos vele nyakra, főre. Láttam már félszemű kandult, biztosítlak jól elrandult. S ha a harcban nem nyugodsz ki, hát apám fogadjon csapni. Lackfi János verseit megzenésített formában is hallgathatják. Hamarosan ismét visszaköltözik a zene a versbe.
Ember Szabás című felnőtt kötetét Herzko Ágnes és Novák Péter is elénekelték. A költő szerint a mai világban is óriási szerepet kapnak a versek és a költészet. Az interneten nemrég kirobbantottunk teljesen akaratunkon kívül egy verslavinát nagy örömünkre, Szabó T. Annával, és 6-700 ezer ember olvasott verset egy körülbelül egy hetes periódus alatt. Vagy volt egy március 15-i verse, amit megnéztek, 370 ezeren. Na most akkor mondhatjuk, hogy nem olvas senki, de igazából ez nem fedi a valóságot. Sokkal több érdeklődés meg igény van a költészetre, azt hiszem manapság, mint gondolnánk. Csak hát persze, ha jó idő van, tehát ezer oka van az embereknek, hogy ne olvassanak verset, és mégis. Azért, hogy a vers ébresztő is legyen, Lackfi János Keltető című verse is felelős. Kinyitja fél szemét az ég, a Duna mézes sárga réz, kávé illat lengszert, ez hét ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Már a kaszás fók fókuszál, helyezkedik, ugrásra kész, a reggeli év arra száll, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Ébred a tócsában a nap, mint félszeg részeg, heherész, kis fénytej arcodba, csak ébredj fel gyorsan, kis Teréz. A villamos tükre rezeg, vezető néni piperéz, utasokon izzó mezek, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. A széken kuksol a ruhád, mint lesben álló szingaléz, és mindjárt rád veti magát, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Kiköt az ágyat, partot ér, megjöttél, messzi tengerész, már nincs vihar, már nincs veszély, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Voltál álmodban kis Balázs, szemész, vegyész vagy ékszerész, most lehetsz újra iskolás, ébredj fel gyorsan, kis Teréz. Okosabb leszel, mint apád, akkor is, ha ez nem nehéz, csurik tölt majd az ész a hát, ébredj fel gyorsan, kis Teréz.